Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket! Vas Albert az erdélyi író-költő születésének 112. évfordulója alkalmából a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ és a Vas Albert Törzsasztal idén is rajzversenyt hirdetett az általános iskolás diákok részére. Közel 150 diák vett részt és rajzolta le az előre kiadott Vas Albert mese vagy monda egy részletét. Piros, utána narancssárga, citromsárga és ilyen színátmenetes. Vas Albert egyik meséinek világa ihlette meg Horváth Viktóriát, az egyik bonyhádi általános iskola diákját. Idén is megszervezték Bonyhádon a Vas Albert születésének évfordulója alkalmából szervezett rajzversenyt. Az erdélyi író-költő elolvasott műveihez kapcsolódóan kellett elkészítsék rajzaikat a tanulók. Második osztályos kora óta jár grafikára a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium egyik tanulója. A rajzversenyre már konkrét elképzeléssel jött. Amikor már föl kell a nap, az nagy sötét semmiben azt akarom lerajzolni a fákat, az állatokat és a sziklahasadékot. Itt lesz a nap, itt még látszik a sötétség, amit a nap úgymond beborít, itt meg lesz majd a sziklás, és szóval az állatok állnak majd fönt. 112 évvel ezelőtt, hát ez ugye nagyon hosszú idő, pont ezen a napon, január 8-án született meg Vas Albert, itt egy 500 kilométerre innét, Erdélyben, a Mezőség nevezetű tájegységen. Az erdélyi író-költőt a Magyar Értékközpontú Irodalom egyik képviselőinek nevezte Szabó László, a Vas Albert Törzsasztal egyik alapító tagja. Szerinte fontos, hogy a gyerekek már kisebb korukban is találkozzanak az író munkásságának hagyatékával, részletes tájleírásaival. Kiválasztunk egy mesét és egy mondát. A mesét azt Vas Albert Erdők könyve és Tavak könyve című mesegyűjteményéből, a mondát pedig szintén Vas Albert válogatott mondák és népmesék című kötetéből. És hát ez utóbbi, a monda, ez inkább a nagyobbaknak való, a mese, az erdőkönyve és a tavakkönyve gyűjteményből pedig a kisebbeknek. Ezeket a meséket és mondákat Vas Albert tulajdonképpen a saját fiai számára írta. Ezeken keresztül próbálta őket bevezetni a természet világába, illetve hát a magyar mondakincs világába. Régóta, amióta felállítottuk itt a művelődési ház előtt álló szobrot, ez 2005. január 8-án volt, azóta folyamatosan, hát ilyen küldetés tudatból, vagy nem is tudom minek nevezzem, ápoljuk Vas Albert irodalmi hagyatékát. Szóval Vas Albert talán abba a sorba illeszkedik, mint Jókai Mikszát, tehát egy ilyen valódi, kicsit romantikus, kicsit realista regényíró, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy a Magyar Értékközpontú Irodalom képviselője, és hát nem árt ezt a érték közvetítést minél korábban elkezdeni, tehát ezért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek is a maguk módján találkozzanak ezekkel a mesékkel, rajta keresztül azzal az értékközpontú gondolkodásmóddal, amit Vas Albert képvisel. Úgy tudom a szervezőktől, hogy 100-an jelentkeztek. Ez talán a tavalyihoz képest egy kicsit visszaesés vagy visszalépés. Hát igazán nem tudjuk az okát, de tavaly már felmerült egy olyan probléma, hogy a pedagógusok leterheltsége miatt hát egyre nehezebben megoldható az, hogy az iskolából lekísérjék a gyerekeket ide a művelődési házba. Fölmerült annak a gondolata is, hogy esetleg mi költözzünk ki az iskolákba, és ott történjen meg ez a rajzolás, de én hát úgy gondolom, hogy ennek azért van egy külön varázsa, hogy nem a megszokott tanuló környezetükben, hanem egy másik helyszínen kicsit kirugaszkodva a mindennapok taposó malmából itt
alkossák meg ezeket a gyönyörű szép rajzokat. 15 éve még bátorság kellett ahhoz, hogy valamelyik településen Vas Albert az emigrációra kényszerült erdélyi író költő szobrát köztérre helyezze bármelyik magyar település is. Bonyhád volt ebben a bátor úttörő, és azóta már nem csak Bonyhádon, más szelek fújnak. Vas Albert hazafias elkötelezettsége, értéket teremtő irodalmi munkássága okán éppen a napokban a készülő új nemzeti alaptanterv részévé is vált. Vas Albert erdélyi származású író nem csak a nemzeti öntudatra nagy hatású verseket, regényeket írt a maga korában, hanem meséket is, amelyek vonzák a gyermekek érdeklődését ma is. Az idei bonyhádi Vas Albert ünnepség is a szokásos meseillusztrációs gyermekrajz pályázat eredményhirdetésével kezdődött, amely az író két válogatott mesegyűjteményéből, a Tavak és az Erdők könyvéből, valamint válogatott népmesék és mondókákból kiemelt egy-egy művet, amit a tanulók elolvastak, majd rajzlapra vittek. Az alsó tagozatosoknál győztes Noi Zsanna az erdő benne a mozgó állatokon kívül egy rejtélyes, szörnyek tetsző, fekete figurát is rajzolt, bizonyára az elolvasott Vas Albert mese sugallatára is. Az egy fekete árnyék, amire azt hiszik, hogy szörny. A felső tagozatosoknál harmadik helyezést elért fiú, Attila haláláról olvasottakat próbálta rajz illusztrációjában megjeleníteni. Hiedelem szerint, hogy egy valamiféle ludvérc ölhette meg egy gonosz szellem, elvileg reggel találták holtan egy vérző orral. Az ünnepélyes díjkiosztó után benépesült a még 2005. január 8-án felavatott az ország egyébként első gróf csegei Vas Albertet ábrázoló szobra a művelődési ház előterébe. Éppen 15 éve vették a bonyhádi hazafiak a bátorságot, politikai ellenszél és tiltás ellenére elhozták, míves 7 tonnás mészkő talapzatra helyezték az addig Holtmaros település református templomában elrejtett Vas Albert portrészobrot, ami Kolozsi Sándor alkotása. A jubileumi 15. megemlékező ünnepséget tartott a Bonyhád városa a Vas Albert törzsasztal szervezésével, amelyen Kovács Gábor a törzsasztal elnöke mondott ünnepi beszédet. A Vas Albert törzsasztal alapítója, igen aktív tagja Szabó László látássérült népzenész, akit 18 évvel ezelőtti utazása alatti hangos könyv hallgatása során érintett meg az emigrációra kényszerült magyar író egy életre szólóan, mint mondja. Nagy örömmel vette tudomásul, hogy Vas Albertet éppen a napokban az oktatási kormányzat beemelte a nemzeti alaptanterve. 2002-ben egy külföldi utunk során én akkor hallgattam meg Vas Albert Adjátok vissza a hegyeimet című könyvének a hangos könyv változatát, odafelé menet a buszon. Hát egyszerűen nem tudtam kikapcsolni, egész éjszaka hallgattam, és miután végeztem vele, akkor azt mondtam, hogy hát ez az a könyv, amit én kötelezővé tennék minden középiskolás magyar diák számára. Hát ez most bekövetkezett. Vas Albert Adjátok vissza a hegyeimet című kötetét beemelték a középiskolai kötelező olvasmányok sorába. Életmentő készüléket kapott a bonyhádi Széchenyi István általános iskola. A gépet egyik tanulójuk édesapja ajánlotta fel az oktatási intézménynek. A berendezés nem csak a gyerekek, hanem a környező lakótelepen élők biztonságát is szolgálja. Szabó Bélani, a Széchenyi iskola igazgató helyettese mutatja azt a berendezést, mely szülői segítséggel érkezett az iskolába. Monár Viktor, az adományozó, azért döntött a gép megvásárlása mellett, mert kedvenc tanára úgy halt meg, hogy nem volt idejében segítség a megmentésére. Monár Viktor külföldön dolgozik, és nem kívánt nyilatkozni, de azt elmondta, nem csak az iskolának, hanem a lakótelepen élők számára is adott esetben felhasználható lesz a készülék. Az iskolában nagy becsben van elefibrillátor, soha senkinek nem jutott még eszébe, hogy játszon vele vagy megrongálja. Ezek a lépések, hogy hogyan kell használni. Teljesen automata készülék,
Egy évvel ezelőtt Molnár Viktor, a 4. B-osztályos tanulónk édesapja megkereste az osztályfőnököt, és mondta, hogy ő külföldön dolgozik, és olyan helyen, ahol hozzájut defibrillátorokhoz, és ő úgy gondolta, hogy támogatná azzal az iskolát, hogy vásárolja saját cégétől egy ilyen készüléket, és elhozná az iskolába. Mert hogy itt a lakótelepen és az iskolában is nincs ilyen készülék, és hogy nem csak az iskolában a 600 gyerek és az itt dolgozó közel 100 felnőtt, hanem a lakótelepi emberek segítségére is lehet ez a készülék. És közben eltelt egy év, és karácsony volt az a hónap, ahol fölhívtuk a szülőt, hogy örömmel vesszük, és hogy akkor szervezze le ezt az ajándékozást, és nagyon gyorsan, tehát egy hét alatt lebonyolódott, hogy ide került ez a készülék. Ő maga megvásárolta hozzá a szekrényt is, hogy olyan színű legyen, és hogy messziről lehessen látni, és hogy biztonságban helyezze, hiszen ez egy félmilliós eszközről beszélünk. Bár a készülék használata nem bonyolult és félreérthetetlen magyarázatokat is tartalmaz, az iskola pedagógusai rendszeresen vesznek részt továbbképzésen, ahol az elsősegélynyújtás fortéjait sajátíthatják el. Természetesen nagy felelősség egy ilyen eszközt használni. Hát nagyon szerencsések vagyunk, mert a Városi Sportcentrum már 2 éven keresztül szervezett a pedagógusoknak tanévkezdéskor egy olyan egészségügyel kapcsolatos képzést, ahol a rosszuléteket, a sebeket, a különböző életfunkciók működését, vagy a balesetet elszenvedett gyerekeket jól tudjuk kezelni, vagy jól álljunk helyt ilyen kihívott helyzetekben. És az idén is, és tavaly is, a tanév kezdéskor egy egész napos, ilyen 4-5 órás képzésen vesznek részt a kollégák, a bonyhádi mentősök, védőnők közreműködésével. Ők nagyon sok mindent tanultak a 2 év alatt, és ezt meg is tartjuk, hiszen ritkán van szükség ilyen képességeinkre, és ezért nagyon fontos, hogy ezeket frissítsük, és változik is a világ körülöttünk. Tehát úgy készül mindenki már, hogy 2020. augusztusában biztos, hogy a Városi Sportcentrum szervezésében további képzéseken veszünk részt. Az iskola a lehetőségekhez mérten védi a defibrillátorát. Oda tettük, hogy kamerával védett, tehát próbáljuk a biztosítani azt, hogy ez egy sérülésmentes eszköz legyen. De én úgy gondolom, hogy mivel beszéltünk arról, hogy ennek mi a jelentősége, és milyen helyzetben, milyen létfontosságú, hogy legyen ilyen az iskolában, mindenki nagyon tiszteletbe és becsbe tartja. Jó volna, ha minden iskola és közintézmény rendelkezne ilyen berendezéssel, ha szükséges, adott esetben bármikor használatba lehessen venni, hogy ne kelljen valakinek úgy meghalni, ahogy az adományozó kedvenc tanárának, aki ma is élhetne, ha van a közelben egy ilyen eszköz. Harmadik alkalommal rendeztek jótékonysági sportnapot Bonyhádon a Mozogjunk Együtt, Segítsünk Közösen jelmondat jegyében. Az egész napos rendezvény bevételét a Családsegítő Egyesületnek ajánlották fel a szervezők. Különböző mozgásformák között választhattak azok, akik ellátogattak a bonyhádiak egészségnapjára. Sokadik ilyen kezdeményezése ez a városnak, a mostani különlegessége, hogy a mozgás öröme és az egészség megőrzése mellett a résztvevők és a szervezők jótékonykodhattak is. A jótékonysági sportnapunk lényege, hogy a mozgás örömét szeretnénk egyesíteni a segítségnyújtás örömével, és abból kiindulva, hogy a csoportos órákon összeadódnak az energiák, és ettől lesz annyira különleges az élmény. Ebből kiindulva arra gondoltunk, hogy ha itt is összeadjuk ezt a jó szándékot, és azt, hogy rászálljuk az időt és az energiát arra, hogy egy jó cél érdekében együtt mozogjunk, úgy még hatékonyabban tudunk. Már 3. éve az Életút Családsegítő Egyesület részére kerül felajánlásra a rendezvény teljes bevétele. Sokan az egyesület dolgozói közül a vendégeink, és szerettük volna ezt az együttműködést még inkább hatékonyabbá tenni ezáltal. 2016-ban volt az első kezdeményezés, az atlétikai centrumban volt a rendezvény, annak egy külön varázsa megvan, amikor ott még nagyobb létszámban tudtuk együtt mozogni, de mégis itt házon belül sokkal családiasabb jellegű. Szeretnénk, ha itt igazából mi azt a nézetet valljuk, hogy az edzésekkel nem csak
a napi mozgást tudjuk le, úgymond, hanem élményt és közösséget szeretnénk ajándékozni a vendégeinknek, és itt talán egy jobb lehetőség van ismerkedni, beszélgetni, kikapcsolódni. 3, 2, 5 van! Szinte folyamatosan cserélődtek a vendégek, és újabb és újabb kihívásokat győzhettek le. Elsősorban saját korlátaikat döntötték le. Egyre többen kezdenek tudatosabbak lenni, és ezért is mertük 2017-ben megnyitni a termünket, mert azt tapasztaljuk, hogy van rá igény. Kell egy kis segítség, egy kis útmutatás az embereknek. Az eszköz, a lehetőség, a programok biztosítása, de úgy látom, hogy egyre fogékonyabbak erre, és elismerik azt, hogy ami tagadhatatlan, hogy a mozgás alapfeltétele az egészség megőrzésnek. Először is szeretnénk bemutatni minden elérhető mozgásformát, ami itt van a városban, mert azt tapasztalom, hogy sokan nem igazán tudják, hogy mi mindenből lehet válogatni, és szeretnénk bemutatni az elérhető mozgásformákat is, és hogyha figyeltétek a programot, akkor nem is teljes edzés hosszúak az egyes edzések, hanem pont a nagyon jól látod, hogy bele tudnak kóstolni ebben a 30 percben, hogy milyen mozgásformák lényege, és én mindig azt szoktam javasolni, hogy mindenki minél több mozgásformát próbáljon ki, lehetőség ez adottan, mert csak így derül ki, hogy mi az, ami a leginkább tudja motiválni, ami a leginkább testhez álló. Rendezvény teljes bevétele az Egyesület számára kerül felajánlásra, illetve tári adományokat is vártunk, ruhák és játékok formájában. Az egészségmegőrzés és a segítségnyújtás közös eszménye érvényesült tehát. A bonyhádiak tovább folytatják az évek óta zajló programot, melynek célja a lehetőleg minél több embert megmozgatni, kibillenteni a komfortzónájából, hogy a mozgáson keresztül szerezzenek újabb élményeket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!